Sziasztok! Üdv újra nálam! Mint láthatjátok a címből is, ma egy esküvőre fogok elkészülni veletek együtt. Ma szombat van, és az egyik barátnőm esküvőjére vagyunk hivatalosak, itt Bukarestben, és úgysem volt még ilyen videó a csatornámon, amikor pont egy esküvőre készülődöm, szóval gondoltam, hogy felveszem ezt kamerára, és szerintem amúgy nagyon aktuális ez az esküvő téma, mindenki esküvőre készülődik, és lehet kaptok egy-két tippet itt nálam a smink terén, a ruha terén, szóval kezdjük is el! Ha követek egy ideje, akkor tudhatjátok rólam, hogy bármikor sminkelek, amikor csinálok egy komolyabb sminket, akkor mindig használom a Foreo termékeit, mert úgy érzem, hogy teljesen másképpen mutat a smink a készülék használata után. És ma a Foreo Luna 3 Plus-ra esett a választásom. Ez egy relatív új termék nálam, már használtam többször is, de szeretem volna nektek is megmutatni, hogy pontosan hogy működik a dolog. És az első dolog az az, hogy megnyitom a Foreo applikációmat, mert egy applikáción keresztül tudjuk használni a készüléket, és mint láthatjátok, nekem itt már regisztrálva vannak a kis termékeim, Luna 3 Plus, Luna 3, UFO 2-es, szóval most a Luna 3 Plus-t ki is választjuk, és elindítjuk a kis készüléket, hogy csatlakozzon az applikációhoz, már meg is történt ez, és hát kezdjük is. Több funkciója is van, én ma tisztítani fogok vele, mert sminkelés előtt mindig nagyon fontos szerintem, hogy tisztítsuk az arcbőrt, és amit segítségül fogok hívni, ez a Bioderma, többször mutattam nektek, nagyon szeretem ezt a tisztítógélt, szóval ráteszem a kis termékre, szerintem így ennyi elég, és el is indítjuk. Meg is vagyok, gyorsan lemosom az arcom, és kezdhetjük a sminkkel. Használni fogok egy hidratáló krémet is a Kiehl's-től. Ezt pontosabban, minden nap használom, és nagyon-nagyon szeretem. Majd mindjárt közelebb hozlak benneteket, hogy jobban lássátok a sminket. Képzeljétek, hogy vettem egy új ruhát a Zarából, és nagyon tetszik, nagyon szép a színe, de olyan a színe, amit én sosem választanék egy esküvőre. Én ilyen fekete ruhapárti vagyok esküvőkre, nem tudom miért, szerintem az elegáns, klasszikus, szép, egyszerű, de nagyszerű. És képzeljétek, hogy ez a ruha rózsaszín, baba rózsaszín. Én nagyon imádom a baba rózsaszínt, de úgy estéiben mondom, hogy nem. De a fazona is új számomra, még nem volt ilyen fazonú ruhám. Szóval minden szempontból újdonság lesz ez a ruha, de majd bemutatom nektek a videó végén, amikor felöltözöm. Na szóval, sminkeljünk. Mindent mutatok pontosan, hogy mit fogok használni. És mostanság az alapozóm... Ú, de hangos vagy, ne szeszer. Mostanság az alapozóm a Bourjois-tól a Healthy Mix. És van ez a BB krém, ez is nagyon-nagyon jó, de úgy érzem, hogy most így estére ezt fogom használni. És mint concealer pedig úgy szintén a Bourjois-tól. Szóval közelebb hozlak benneteket, lássuk csak. Na, így szerintem jó lesz. Szóval alapozunk először. A színe lehet, hogy egy picit világos. Habár! Így Dubáj után egy picit, hogy lebarnultam. Úgy érzem, hogy lehet egy picit világos, de segítek majd rajta a bronzerrel, meg a többi terméken. De nagyon szeretem ezt az alapozót. Most begyorsítok egy picit, hogy ne untassalak benneteket ezzel a részen. Jöhet a concealer. Képzeljétek, hogy én pudert eddig, nem tudom, kétszer-háromszor, ha használtam, valahogy nem láttam értelmét, de voltak olyan kedvesek a Pupától, hogy küldtek nekem kettő púder, és nekem ez a szín tökéletes, Wonder Me. És elkezdtem használni, és nagyon-nagyon szeretem, amúgy ez a 030-as, és
tényleg jó. Szóval tényleg jó púdert használni, Karin mindig használ, mindig mondta nekem is, tegyél már púdert, de már mondom, nem kell az nekem. De azért tényleg látszik a különbség, szóval ajánlom nektek is, hogyha eddig nem használtatok, akkor tegyétek meg, mert tényleg nagyon szép finist ad, és nem csillog úgy a bőr, szépen megmarad a smink, az alapozó. Szuper. Jó. Jöhet a szemöldök. A zörök kedvenc, Brow Zinc, Benefit. Le kéne már cserélnem ezt a terméket, mert hát szerintem már lejárt, hogy őszinte legyek. De nagyon-nagyon szeretem. Láthatjátok, mennyire használom. Egy kis fésülés. Remélem, hogy úgy jó ez a szög nektek, hogy látjátok, mit csinálok. Talán így jobb. Telefonom, bocsánat, a család küldözget képeket, például Luiziról. Luizit meg Fifiéket mindig küldjük anyáéknak. Jaj, kis husim! Ó, nézzétek, hogy milyen cukorka, hogy alszik. Jaj, nagyon cuki vagy, Luizi, hiányzol. Jöhet a szemhéj, azaz a szemhéj púder. Hát mivel a ruhám ilyen rózsaszín, babarózsaszín, romantikus stílus, amúgy a ruha szerintem tökéletes lenne Karinnak a stílusához. Ő nagyon-nagyon-nagyon látnám ebbe a ruhában, de magamat is persze, mert amúgy nem vettem volna meg, hogyha nem. És mivel a ruha rózsaszín színű, gondoltam, hogy a sminkem is legyen egy picit lazább, romantikus, egy picit csillogó, egy picit rózsaszín, nem lesz tusvonal sem. Nagyon szeretem a tusvonalat, imádom, a NYX-nek az Epic Inclinerét használom mindig, de úgy érzem, hogy azzal elrontanám, durva lenne, szóval egy laza, romantikus sminket gondoltam. Hogy miért, azt még nem tudom persze, most így el fog válni veletek együtt. Van egy gyönyörű szép palettám a Pupától, ami nem néz ki jól így kívülről, nem tudom, mi történt vele, de hát ezek a színek valami csodálatosak. Szerintem ebből is fogok használni, és hát előveszem, mint mindig, a NYX palettáimat, mert hát imádom ezeket a palettákat. Annyi szín van bennük, hogy biztos, hogy ezekből fogok többet használni. Tudjátok, ezekre a nagy palettákra gondolok. Ezek életmentőek, komolyan mondom, ilyen szituációban. És valamelyiket fogom, hát ezt a kettőt szerintem, és még lehet ebből is. Fú, úgy érzem, hogy sok minden lesz itt. Na, várjatok, kiválasztom, hogy milyen színeket fogok használni, és akkor visszatérek. Na szóval, kezdünk egy bázis színnel, ami hát egy ilyen nagyon világos rózsaszín. Több palettát fogok használni, a NYX-től a Modern Dreamer, az Ultimate Utopia, és még ebből is fogok szerintem használni a NYX-től. Szóval egy enyhe rózsaszínt fogok először feltenni a szemhéjamra, hogy ez legyen a bázis. Egy picit be fogom sötétíteni szerintem majd itt a végén, de csak épp hogy. De amúgy a rózsaszín, a nude, a picit csillogós színekbe szeretnék menni. És akkor most építsük fel a sminkünket. Legyen egy erősebb rózsaszín vagy lillás. De jó hajam. Hú, na legyen talán... Melyik legyen? Legyen ez. Hú, te pigmentált. Hú, Jó, na lássuk. Jaj, de rózsaszín. Nem baj, ezt akartam. Ezt így nem viszem teljesen a szemzugig, mert oda majd jön egy kis csillivilli. Jó lesz ez, figyeljetek, nagyon jó lesz szerintem. Sosem csináltam még ilyen szemsminket magamnak.
De amúgy szerintem nagyon szépen mutat a kékes zöld szem, ilyen rózsaszín szemsminkkel. Ez jó lesz így. Nagyon pigmentált, látjátok? Nagyon szeretem a NYX-es termékeket. Nagyon pigmentált minden paletta. Amúgy majdnem minden termékem tőlük van, és nagyon-nagyon szeretem. Azért picit erősebb lett, mint a másik. Jó, akkor legyen ez egy picit erősebb. De majd úgyis még finomítok rajta természetesen, ez nem is fog maradni, nem kell megijedni. Az ilyen csillogó színeket általában az ujjaimmal szoktam felvinni, de megpróbáljuk így is. Aha. Az ujjammal lesz a legjobb. Nem tudom, mennyire látjátok, hogy mit szeretnék én itt csinálni. Az ujjaim fogom használni, sokkal jobb lesz. Jó. Lássuk. Ó, persze. Az ilyen csillogós árnyalatoknál rájöttem, hogy mindig az ujjaimmal a legjobb. Látjátok, hogy mit szeretnék én itt csinálni? Remélem jó lesz. Mit találtam? A NYX-től a Diamond and Ice Please palettát, és hát mindent, amit szeretnék, megtaláltam itt. Szóval fogom használni ezt a rózsaszínes, lillás, csillogós szemhéjpúdert. Ebből fogok még tenni a szemhéjamra. Ú, de szép! Ilyen diszkó hatású. Nagyon-nagyon szép. Á, ez kellett nekem ide, úgy érzem, ez a szín. Végül az egész szemhéjamra teszem, hogy csillogjak, villogjak, miért ne. Jó. És ezt a világos színű, de úgy szintén csillogós színt fogom használni itt a szemhéjzúban. Nem, szemzúban. Szemzúban. Megpróbálom az ecsettel, hát ha sikerül, ha nem, akkor ismét az ujjaimmal fogom felvinni. Látjátok? Épp hogy. Jó. Most egy picit sötétítsük be itt a szememnél, mert úgy érzem, hogy szükséges. És egy sötétebb rózsaszínt fogok használni a Modern Dream palettából. De melyiket? Ilyen barnás rózsaszínt szeretnék használni. Egy picit itt, hogy besötétítsem a dolgokat. Ami szerintem elég jól lett, de minden fejeztük be persze. Egy kis barnát fogok használni. Hogy szépen eldolgozzam a széleket. Amúgy a kamerában sokkal élénkebbnek tűnik, mint valójában. Szóval azért nem ennyire, amúgy a kamerában pirosos barnásnak tűnik, de nem. Hanem tényleg ilyen rózsaszínű. Jó. Még egy picit. A szemhéjpuder, amit használtam, az tényleg tök rózsaszín. De úgy látom, hogy a kamerában egy picit máshogy jön át. De majd úgyis ki fogok tenni egy képet az Instára, majd csekkoljátok le, hogy úgy egészében lássatok, hogyha szeretnétek, majd a helyszínen lövünk egy fotót Florinnal. Ha benne van egy közöset, ha nem, akkor egyedül. Nem nagyon szeret fotózkodni. Amúgy már nagyon várom az esküvőt, mert tényleg minden barátnőm ott lesz. Nagyon szeretek esküvőkre menni amúgy. Szeretem, hogy ott vagyunk, eszünk, iszunk, táncolunk, de egy idő után nagyon álmos leszek. Eléggé hamar leszoktunk feküdni, nem tudom, hát olyan 10-11 fele mi már alszunk, én főleg. Hát, hogyha 6-kor kellek minden reggel, akkor el tudjátok képzelni, hogy már 9-10-kor ki vagyok. Szóval nem tudom, hogy fogom bírni az éjszakát, de hát majd fogok kávézni, azt tuti biztos. Meg fogom inni majd ott a harmadik, negyedik kávémat, és valahogy túl fogom vészelni az éjszakát. Úgy érzem, hogy még kell rózsaszín.
megmondjátok, hogy hülye vagyok, de úgy érzem, hogy nekem még kell ide rózsaszín. Durvuljak be, és tegyek egy kis pinket. Lehet, hogy sok azért. Na, nem kéne túl sok. Na, nyugodj meg, Jenez. Mi van rád? De egy picit leszek, na, csak egy picit. Aha. Aha. Na. Milyen? Szerintem ez nagyon kellett már ide. Jó, jó, jó lesz. Higgyetek nekem, hogy nagyon jó lesz. Így élőben tényleg sokkal jobban mutat. Nem tudom, írjátok meg, hogy kamerán hogy jön ez át nektek. De itt élőben tényleg sokkal-sokkal jobb. Ó, na így, így szerintem tökéletes lesz. Ó, nagyon tetszik. Nagyon-nagyon szép szerintem így a végeredmény. Még jön a szempillaspirál, a többi termék is szerintem tökéletes lesz. Nagyon, nagyon szép lett a smink szerintem. Én, aki nem vagyok hozzáértő, mert tényleg nem értek hozzá, csak azt csinálom, amit szeretek és amit tetszik, és szerintem ahhoz képest nagyon jó lett. Persze elloptam Karintól egy pár technikát, nem fogok hazudni. Jó, jöhet a szempillaspirál, a pupának a Vamp termékét fogom használni. Egyik kedvencem. Szerintem már mondtam én nektek, hogy úgy annyira nem fektetem én hangsúlyt a szempillaspirálra, de látom most, hogy mi a különbség, amikor van egy jó terméked és egy rossz terméked. És a pupának a Vamp szempillaspirálja nagyon-nagyon vagány pillákat csinál. Jöhet a bronzosítás, csak a szokásos Californian Beaming Nix. Ezt már megszokhattátok tőlem. A pirosít, amit fogok használni, pupa. És készen álltok? Á, valami csoda. Imádom. Sajnálom is egy picit használni, mert annyira szép, de hát muszáj lesz. Az illata valami mennyei. Rózsa illata van. Csak egy keveset rakok, mert mivel ilyen rózsaszínes a szemhéjam, nem szeretném, hogy túl sok legyen. Így jó szerintem. És persze a highlight, ami úgy szintén nix, tudjátok, ezt szoktam én használni, a High Glass, de rátaláltam a Born to Glow-ra, ez a Liquid Illuminator. Nem szokás tenni már ilyenkor Liquid Illuminator-t, de annyira szép, és úgy vettem észre, hogy nem csomósodik, nem rontja el a sminket, szóval mindenféleképpen ezt szeretném használni. És így kézzel szépen eldolgozom. Nem tudom, mennyire látjátok, de nagyon finom, elegáns, és nem túl erős. Nem akarom, hogy erős legyen, mivel a szemem már eléggé csillog-villog. Látjátok, csak épp hogy. Ide is egy picit. Ide. Jó. Szuper. És amit elfelejtettem, fixálni a szemöldökömet. A Control Freak-et fogom használni a NYX-től. Jó. És az ajkaimra azt még nem tudom, hogy mit fogok tenni. Rózsaszínes, barnás színet fogok használni a pupától. Ez ilyen száj balzsamszerű, de van egy kis színe. Szerintem ez elegendő lesz. Látjátok épp, hogy... Tökéletes ez szerintem hozzá. És lefixálom a sminkemet, mert hosszú éjszaka vár ránk. A NYX-nek fogom használni a Matte Finish fixáló sprayt. Na hát készen is vagyok a sminkkel, remélem, hogy tetszik nektek is a végeredmény. Kérlek, írjátok meg kommentben, hogy tetszik, hogy mit csináltatok volna másképp. Nekem nagyon tetszik, hogy őszinte legyek, megmutatom közelebbről is. Frissen mosott haj, mutatom. Ilyen. Kifésültem, igaz, de hát ez nem egy szép haj. Nagyon-nagyon nem szeretem a hajamat ilyen állapotban. Hajmosás után mindig így néz ki. Sajnos nem göndör, csak hullámos,
és nem olyan hullám, ami nekem tetszene. Szóval, amikor megyünk valahova, esküvő, város, bármi, akkor mindig kiegyenesítem. Tudom, hogy nem jó a hajamnak, de szeretném jól érezni magam a bőrömben, szóval ehhez szükséges az egyenes haj. Na hát kész vagyok, felöltöztem, de még nincs kivasalva a ruhám, úgy nézzétek, mert kb. Egy óra múlva indulunk csak, és addig gyorsan szeretnék egy szint húzni a körmeimre és a lábamon is, szóval azt még meg szeretném csinálni pont indulás előtt, és majd csak akkor fogom kivasalni a ruhát, amikor már felveszem, de mutatom is. Ez lenne a ruhácska a Zarából, egy SS méretben szereztem be magamnak. Nagyon tetszik a színe, nagyon tetszik a fazona, még hogyha nem is volt ilyenem szerintem. Nagyon-nagyon jól mutat, csinosítja az embert, és tetszik ez a kis felvágás itt, hogy lehet egy picit szexi is a ruha. És nekem teljes mértékben bejön. A cipő pedig, hogy mutassam, talán így. A Lagzimon hordtam ezt a cipőt utoljára kb. És azért döntöttem emellett, mert a színe is nagyon jó, és nagyon kényelmes. A sarka annyira nem tetszik, hogy őszinte legyek, várjatok. A sarka annyira nem tetszik, hogy ilyen miniatűr. Nagyon szeretném, hogyha magasabb sarku lenne, de hát akkor meg nem tudnám felvenni, nem bírnék benne járni. Szóval ez egy ilyen kompromisszum, hogy tényleg vagány is legyen, kényelmes is legyen, és tökéletesen passzol szerintem a ruhához. Hogy honnan vettem, azt már nem tudom. Annyi van ráírva, hogy Solo Donna. De hogy honnan pontosan, azt nem tudom. Lehet a Solo Donna után megtaláljátok valahol. De szerintem nagyon-nagyon vagány. Szóval ez lenne az outfitem. És gondoltam, hogy még erre rá fogok venni egy zakót, hogyha fáznék esetleg éjszaka, pedig hát nem hinném, 30 fokok vannak, éjszaka meg 20. De azért magammal viszem, mutatom. Az egyszerű, sima, fekete zakót fogom feldobni magamra, lesz egy fekete táskám, és kész is vagyok. Mint ékszerek csak ezt tettem fel, úgy érzem, hogy ez elég lesz, hogy ilyen kis romantikus, szerelmes a look. Szerintem ez tökéletes lesz, és nem tettem végül se fülcsit, se láncot, így nekem tökéletes. És hát ennyi lett volna a kis lookom, mit szóltok. És mint parfüm, Dubájban szereztem be, imádom az illatát, egy picit férfias, ilyen, hát nem tudom elmagyarázni, de nagyon-nagyon jó illata van. Ha van rá esélyetek valahol megszagizni, akkor ajánlom. Nem tart túl sokáig, ez a problémám vele. Egy hasonló parfümöt vettem Florinnak is, úgy szintén Dubájból, és hát neki nagyon-nagyon sokáig tart az illata. Nem tudom, lehet többet kell tennem belőle, nem tudom, de isteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ennyi lett volna a mai videó, remélem, hogy tetszett, és kérlek írjátok meg kommentben, hogy szerintetek milyen a full lookom, az outfitem, a sminkem, és majd csekkoljátok az Instagramon az új képemet ebben az outfitben, ami remélem, hogy sikerülni fog, majd meglátjuk este, hogy sikerül a kép, de találkozunk itt minél hamarabb, meg az Instagramon is. Sok puszi, sziasztok!